Juraj Utišinović, más néven Fráter György, pap, püspök, az első horvát származású bíboros, a dalmáciai Kamicsák várában született 1482-ben. Velencei származású édesanyjának fivére püspök volt, így hát anyja és a nagybátyja iránti tiszteletből Juraj Martinudzinak is nevezte magát. Ja neću ni ovdje konfrontirati koje šta, nego ono što... Dobro, mislim, mora se reći da on učinio na obrani od ovaj... To je brat Juraj Utišinović. Negdje u dokumentima je zapisano Utišinović. Međutim, kraj u kome je on rođen, naša, ona zaravan tamo oko Miljevaca, je Ikavska, Dalmatinska, ona naša lijepa Ikavica, u kojoj je spjevano puno pjesama, ali i napisano velebnih dijela. Rođen u Kamičku, to je jedan zaselak na području Miljevaca. Juraj Utišinović je, ili kako ga Mađari zovu, Đorđ Teštvir ili Đorđ Borat. Édesapja a törökök elleni harcban vesztette életét. 8 éves korában került Korvin János udvarába, és 15 évig maradt az ő szolgálatában igen nehéz körülmények között. Ezután Szapolyai István nádor özvegye Hedvig hercegnő szolgálatába állt, aki igen jól bánt vele. Egy évvel később, 1504-ben, 22 éves korában belépett a pálos rendbe, és a budai Szent Lőrinc kolostorba vonult, ahol nem mindennapi tehetségére hamarosan felfigyeltek. Kada je stupio u pavlinski red, onda je to zapravo značilo da je postao članom jedne velike redovničke zajednice koja je puni 5 stoljeća bila rasadnik kulture, čuvar baštine, koja je radila na duhovnom životu i Hrvata i Ugara. Taj red je bio strog. To je značilo da su dizali se noću na molitvu, da su imali svaki svoju ćeliju, dakle da su živjeli pustinjački život s jedne strane, ali s druge strane takav život koji je imao i zajednička okupljanja, kao što su molitve časoslova, kao što su neke druge redovničke molitve i ona zajednička konventualna misa. Tehetségének, ügyességének és szorgalmának köszönhetően felettesei a lengyelországi Csesztohovai kolostorba perjelévé nevezték ki, később pedig az észak-magyarországi sajoládi pálos kolostorban is. Ott találja Szapolyai János
magyar király, amikor az 1527-es kassai csata után Ferdinánd király elől menekülni kényszerül, és Fráter Györgyben felismeri régi ismerősét, édesanyját Hedvig udvarából. Látván a perjel képességeit és energiáját, a király a szolgálatába hívja őt. Zápolya János ott állt a kandalló előtt. Viola szín bársony zubbony volt rajta. A tűzfény egyfelől, másfelől a színes ablak derengése világította meg alakját. Szép, szabályos, nemes vonású arca volt, alig pejhedző bajusszal büszkén felvetett ajka felett. Annál sűrűbb szemölde és szokatlanul magas homloka, mely a szemöldökcsontnál erősen kidudorodott. Haját elől üstökbe csavarintva, hátul rövidre nyírva viselte. Kezében volt az a levél, amelyet a budai várnagy intézett a tisztartóhoz. Annál fogva, informálva volt már. Te vagy Utišinović Martinudzi György? Kérdezi az előtte álló ifjútól. Nemes, Utišinović Martinudzi György, ismétli kiegészítve az ifjú. Igen, nemes, úgy kívántam. Az én emberem vagy, ilyet kerestem én, igazad van. Azzal odament a fegyvergyűjteményhez, kikeresett belőle egy dákost, elefántcsont markolattal, ezüstveretes tokkal, és azt oda nyújtá Györgynek. Györgynek az arca lángvörös lett egyszerre. Ekkora kincs nem talált volna rá soha. Csak úgy zihálta melle, mikor azt a dákost az öve tokjába illeszté. Kada se odigravala ona borba na Cetingradu i kad se odigravala borba oko izbora novoga kralja, on je u dobroj vjeri i u dobroj želji odlučio se, meni osobno, da vam iskreno kažem, i simpatičnijem, tada nemoćnijem Zapolji. I bio je njegov savjetnik, bio je i vojni, a i inače, a i poslije se pokazao prema supruzi i prema nasljednicima izvanredno ljudski, dostojanstven, brižan. A gledajući, opet s druge strane, izvanredni državnik. Izvanredni državnik. Tako je Utišinović postigao visoke časti. Bio je velikovaradinski biskup, graditelj, pobožan čovjek koji je organizirao taj duhovni život. S jedne strane, a s druge strane, u državničkom životu vješto se odupirao onima koji su nasrtali na ono što je ostalo od zapoljine zamisli. Primjerice, kad su Turci nadirali, Utišinović je bio i vojskovođa, i organizator, i branitelj. Időközben Szulejmán szultán háborút hirdetett Ferdinánd ellen, és személyesen nagy sereggel indult Magyarország ellen. Elfoglalta Offent és az ország Dunamenti területeit török tartománnyá változtatta. Ellenben tiszteletben tartotta Izabellának és fiának a területeit, melyet Martinudzi és Petrovics irányított. Mehmed Bég előre tudatá Fráter Györggyel gritti szándokait, hogy királlyá akarja magát tenni Magyarországon, Zápolyát elfogatja, sláncra verve Sztambulba küldi, Dóci Jánost kinevezi nádornak, Batyányi Orbánt Temesi Bánnak Petrovics helyett, Laszkó Jeromost erdélyi vajdának. Fráter György nem szólt a királynak erről semmit, hanem a saját zsoldos csapatait Kun Gotthárd vezetése alatt összegyűjti Erdélyben.
Gritti Brassó felől jött be, ahol a határon a nagyobbik fia, Antal fogadta egy magyar lovas ezreddel, s a pártjához tartozó magyar főurakkal. Brassóban mind a János, mind a Ferdinánd párt vezérei jöttek eléje üdvözlésre. Amaz volt Kungothárd, emez Majlát István, fogaras kapitánya. Ali on je te turske vođe, te turske age, te turske vojskovođe, tako vješto s njima pregovaro. Nije ih prevario. On je svoje bránio. Ferdinánd, aki néhány magyar nemes támogatását élvezte, követelte a Szapolyai Jánossal kötött szerződésnek betartását, melynek megfelelően halála esetén Magyarországot neki kell adni. Mivel úgy tűnt, hogy követelése nem fog teljesülni, Ferdinánd Magyarországra újabb hadat küldött, mellyel elfoglalt néhány várost, és megszállta Offent. Időközben tárgyalásokat folytatott Izabellával, akinek Martinuzzi volt a fő tanácsosa. Egy alkalommal maga Martinuzzi állt a hadsereg élére, és visszaverte a város elleni támadást. Izabella újabb békeajánlatára Ferdinánd azzal felelt, hogy egy tehetős nagy sereget útnak indított Buda elfoglalására. Németek, csehek, morvák, spanyolok és magyarok adták ki a seregszámot, amely 25 ezerre ment. 100-nál több tábori ágyút hoztak magukkal, s 36 nagyobb lűfaltörő csatakígyót és tüzes golyókat szóró tarackokat. Ugyan el voltak látva minden ostromszerrel. Ezzel a nagy haderővel szemben a budaiaknak nem volt több fegyveres katonájuk 2400-nál. Török Bálint a maga dandárával kinrekedt, mire Baranyából előkerült volna, már akkor a budai hegyeket megszállta Perényi Péter és Serédi Gáspár, Révai a magyar huszársággal, s ezek mind a hárman régi, kedves fegyvertársak lévén. Ellenük Török Bálintnak nem illett hadakozni. Eszerint egészen Fráter Györgyre maradt Budavár védelme. Neki kellett most bebizonyítani, hogy mit tud a várostromló pattantyús mesterséggel szemben kifundálni. A roham kezdetén Fráter György felölti a messze virító zöld kantusát, ragyogó páncélját, felköti a hajdani fejvágó jó kardját. A két apródját pedig kiküldi a királyi kertbe. Menjetek, fiaim, cseresznyét szedni a királyné asztalára. Ha golyókat hallotok fütyülni a fületek körül, higgyétek azt, hogy sárgarigó seregély fütyül az ágak közt. S ezzel a fegyveres had élére állva sietett a résen felnyomuló hadoszlop elé. Fotiszkusz a spanyol vitézek élén vakmerően nyomult fölfelé a tört résen, ám bár azt éjszaka Fráter György hirtelen emelt új fallal eltorlaszoltatá, de a spanyolok a falakra is felhágtak, s a Szent János templomáig hatolva egy emeletes házat elfoglaltak. Ekkor jött elé Fráter György a hajdúival. Azok aztán megmutatták, hogy mi lakik a magyarban, ha egyszer kihozzák a házából. A spanyolokat leölték, a kitűzött zászlójukat elvették, a segítségükre siető német ezredeket maguk a budai polgárok golyózáporral és kövekkel fogadták. Még az asszonyok is köveket haigáltak, s forró szurkot öntögettek az ostromlók fejére. Elkeseredett, vérengző harc után 800 halottat hagytak a vitatott résen az ostromlók, s teljes kudarccal vonultak vissza a palizádjaik mögé. S e viadallal egy időben a Pest felőli oldalon Perényi naszádosai, kik már az ország nemzetség házáig hatoltak előre, Batyányi Orbán által hanyat homlok verettek le a falakról, maga a vezérük Zárai Jeromos halálos sebekkel tetézve vittetett el katonái által. Az ostrom minden ponton vissza lett verve, fényes diadallal. Kad čovjek se bori za istinsku stvar, za istinsku slobodu, za istinsko dostojanstvo, mora izazvati zavist. Oni koji žele napredak
svoj osobni, ako žele svoj ego učvrstiti, oni nerado gledaju u leđa onima koji su ispred njih. Ferdinandu se to nije dopadalo. On je htio biti gospodar onoga što su mnogi ugarski plemići i tako dalje željeli imati. Sedmogradska je ispala ispod. Sa svim svojim gospodarskim, sa svim svojim, kako bi neko rekao, resursima, ona je ispala iz okvira. A osim toga, ovo je moje osobno mišljenje, moralni lik, hrabrost, odlučnost, spretnost, ako hoćete, jel'a, je morala pobuditi zavist. Bilo je i drugi neki sitnica, kako bismo rekli, koje su onda raspalile zavist i zlomu, pa se onda tu Ferdinand nekako snašao sam, dogovorio sa drugim nekim plemićima i obećavao im. Kad on to riješi, onda će oni biti netko. Skovana je urota. December 12-én András napján érkezett meg Fráter György alvinci kastélyába tábori fáradalmait kipihenni. A krónikás feljegyzi a napról, hogy azon szokatlan természet csodái voltak. Zivatar volt, villámlott, mennydörgött, sűrű zápor esett, délután fényes szivárvány ragyogott az égen, mely után kemény északi szél támadván egyszerre átcsapott az időjárás csikorgó hidegbe. Luca napjára jéggé fagyott minden folyó. Castaldo és Pallavicini néhány nap múlva Fráter György vendégei voltak a kastélyban, s vacsoránál együtt mulattak vele. Fráter György annyira gyanútlan volt, hogy még a rendes testőreit is előre küldi Gyulafehérvárra. Nem tartott maga mellett mást, mint Vas Ferenc apródját és Ferrari Márk olasz titkárját. Szent Özséb napján, Luca után harmadnapra, korán reggel kopogtatott a kardinál ajtaján a titkárja Ferrari Márk. Fráter György éppen a hóráit végezi, az ima zsámolyról kelt föl. Pongyol a ruhája, egy drága prémes kaftán volt rajta. Kinyitá a titkárjának az ajtót. Ferrari egy levelet adott át a kardinálnak, amit az felbontott, s elkezdett olvasni. A titkár ruhaújjából markába csúsztatá a gyilkot. De nem volt bátorsága a rémtettet végrehajtani, visszahúzódott. Ám de az ajtóban állt Pallavicini, az visszalökte, s az ajtót behúzta előtte. Ekkor Ferrari odaszökött a kardinálhoz, s tőrével a nyakába döfött. Mi ez? Kiállta föl Fráter György visszafordulva. A gyilkos még egyszer a nyakába szúrt, de a hatalmas, erős férfi egy ökölcsapással leteríti a nyomorultat, s kicsavarta kezéből a gyilkot. Ekkor berohant a mellékszobában rejtőző többi orgyilkos, köztük Pallavicini, s kardöfésekkel, pisztolylövésekkel leteríték a kardinált, aki Jézus Mária kiáltással rogyott össze, s kiadta lelkét. A kiáltására elősiető apródját, Vas Ferencet is 7 sebbel átszúrva leteríték, s halottképpen otthagyták az ura mellett. Azután levágták a kardinálnak azt a fülét, amelyről híres volt, hogy születése óta szőrös, s hőstettük tanújeléül elküldték Ferdinándnak. Azzal otthagyták a halottat, a kincseim megosztoztak. Az alvinci várkastélyból mindenki elfutott. A sebeiből felocsudó apród a gyilkosok eltávozta után felvánszorgott, s a faluba menekült, ott tápolták a jobbágyok rejtegetve, míg magához tért. A nagy ember pedig ott feküdt a tornác márványán 70 napig, temetetlen. Senki sem kérdezősködött utána. Csak amidőn a felépült apródja hírt vitt a gyulafehérvári barátoknak ura haláláról, azok mentek érte, s eltemették a kolostorukban. Sírkövén az epitáfiummal: Omnibus moriendum est. Mindenkinek meg kell halni.